A Szolnok Alba rangadóra a hazaiak karanténból hosszas meccsszünet után érkeztek, az Albából pedig hiányzott az eltiltott Smith és a sérült Szabó, így várható volt, hogy döcögősebb lesz a játék. Az első negyedben ennek megfelelően nagyon kevés kosár született, a kicsit pontosabb fehérváriak vezettek úgy is, hogy csak 14-ig jutottak ebben a periódusban. A folytatásban sikerült jobban elhúzni, főleg a jól dobott tripláknak köszönhetően. Volt, hogy már 10-zel is mentek Vojvodáig, de sokáig azért nem tartott ez a különbség. A szolnoki légiósok Szubotics és Badzim is kezdtek termelni, így fél időre visszaállt az egypontos differencia, ennyivel tartott előrébb az Alba. A második félidő sok hibával indult, érződött a színvonalon, hogy egyik csapat sincs top formában, nem is tudtak elszakadni egymástól. Az Albában Stark vállalta a vezérszerepet, pontjaival még 43-40-re a fehérváriak vezettek. Ezután azonban 10 pontot dobott válasz nélkül az olaj, a vendégek pedig sok labdát eladtak, és kizárólag amerikai irányítójuk tudott betalálni ebben a játékrészben. 6 pontos hazai előnnyel kezdődött a negyedik negyed, amelyben tudott javítani az Alba, vissza is vette a vezetést, de egy perccel a vége előtt még megjósolhatatlan volt, ki nyer. Végül Stark és a fehérvári pongó testvér Marcel pontjaival behúzta a végjátékot az Alba, mert a szolnoki pongó Máté utolsó dobása lejött a gyűrűről. 74-71-es sikerével zsinórban harmadszor nyert az Alba, amely szombaton hazai pályán a Sopron ellen folytatja a bajnokságot. Mindeközben vasárnap véget ért a Szent István Kupa Székesfehérváron, az Arév sportcsarnokban tartott 8 csapatos U16-os nemzetközi tornát idén már 9. alkalommal szervezték meg. Habár a koronavírus járvány miatt néhány kiemelkedő csapat, a Real Madrid, a Barcelona, Bayern München nem tudott eljönni, élvezetes mérkőzéseket láthattak azok, akik kíváncsiak voltak a jövő sportolóira. A Szent István Kupának elsősorban az a célja, hogy a magyar játékosok egy kicsit a nemzetközi térben el tudják magukat helyezni, hogy milyen színvonalat képviselnek ők. Ez az első alkalommal a fehérvári utánpótlás csapatnak a felkészülését szolgálta, azóta viszont az MKOSZ-el partnerségben az U16-os válogatottnak a hivatalos felkészülési programjának a része. Nemzetközi viszonylatban pedig azt kell mondjam, hogy számon van tartva a Szent István torna. A külföldi csapatok is szívesen jönnek hozzánk, várják a meghívókat, illetve sorban állnak a részvételért, úgyhogy a 8 csapatot általában inkább szűkíteni kell, hogy ki az a 8 csapat, aki jöhet, és nem vadászni kell a csapatokat ahhoz, hogy eljöjjenek. Az eredmények végül az előzetes várakozások alapján alakultak, a magyar válogatott harmadik helyen zárt, a döntőt pedig 2 olasz csapat játszott a vasárnap délután, ők egyébként végig kiemelkedtek az idei mezőnyből. A fináléban az Orange One Bossano volt az egyértelműen technikásabb csapat, a korábbi 2-szeres kupagyőztes Stella Azzurra Róma ellen végig fölényesen vezettek, és a narancsárga mezesek végül 83-71-es győzelemmel lettek a Szent István Kupa 2022-es győztesei. A díjátadó után, de még a hazaút előtt pedig egy kis ünneplésre is maradt idő Székesfehérváron.